Még tavaly novemberben, 2017-ben vette kezdetét a munka itt a Rákóczi utcai óvodában. Hogy az intézmény hogyan is újult meg kívül belül, azt már is megmutatjuk önöknek az Esti Mérlegben, tartsanak velünk. A szakemberek kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot, a tetőt, a pinceszintet, felújították az elektromos fűtésrendszert, kicserélték a burkolatokat, valamint akadálymentes vízes blokkot alakítottak ki, de új lift is épült az óvodában. Emellett ugyancsak akadálymentesítették a gyalogos bejáratokat, valamint a gyerekeket új játékok is várják az intézmény udvarán. A 210 férőhelyes óvoda mintegy 400 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósult meg. Mikor indult maga az újítás, és hát milyen érzés egyébként erre a több mint 200 napra visszatekinteni, és hát miért volt fontos, hogy megújuljon az intézmény? Nagyon-nagyon jó érzés. Ez egyébként 2017-ben indult, és 2017 novemberében már megkötötték a szerződést ezzel a kivitelezővel, a PESZ Kft-vel, amelyik külön elismerést érdemel ezért a rendkívül névós, tényleg kifejezetten minőségi munkáért, ahogy ezt felújították, ezt a meseóvodát, mert ez az lett. Ez tulajdonképpen egy Európai Uniós projekt, és annak a keretében hirdettük meg, aminek egy érdekes neve van, ez a TOP 602 vagy 621-es, ami a Települést Fejlesztési Operatív Program lánykori nevén. És ez a program, ez tulajdonképpen egy családbarát programnak nevezzük, de olyan értelemben úgy családbarát, hogy munkahelyteremtéshez járul hozzá azzal, hogy olyan intézményeket újít fel, ami a szülőknek a számára biztonságot jelent, hogy oda vihetik a csemeteiket, tehát nyugodtan elmehetnek dolgozni. Tehát ez egy ilyen kicsit komplex dolog, de valóban így van. Mert akár azokat az anyukákat nézzük, akik első vagy második gyerek után akarnának visszajönni, meg a gyerekeiket jó helyen tudni, vagy azokat, akik most ide költöznek Székesfehérvárra, ahol most munkaerőhiány van. Hát azért nagyon nem mindegy, hogy a gyerekét hol tudhatja biztonságban, hol tudhatja olyan helyen, ahol minőségi nevelést kap, lelki, testi, minden vonatkozásban, egy olyan pedagógus gárdabán mögötte, amilyen tényleg a Rákóczi utca is, ami nagyon régóta egy úgynevezett bióvoda, de azon kívül pedig a sajátos nevelésű gyerekeknek a nevelésére is berendezkedett, és ezt bővíti is állandóan. Na most ezért is többek között a programnak az egyik része ez az akadálymentesítés volt. És ami nagyon jó dolog, hogy itt az akadálymentesítés nem csak arról szólt, hogy most akkor kicsit egy 5%-os lejtővel föl lehet balagni, hanem lift is van. Úgyhogy tényleg minden szempontból megvalósították azt, amit a kiírásban műszaki feltételeket előírtak. Mert itt megtörtént az egész homlokzatnak a újjáépítése, cseréje, szigetelése, nyílászároknak a cseréje, a teljes fűtésrendszernek a felújítása, tulajdonképpen a villamosenergia, villamosvezetékeknek a felújítása, és hát belül is, hogyha bemennek majd és megnézik, hogy annyira gyerekbarát módon van az egész berendezve, hogy ami nekem mondom nagyon tetszett, hogy megvannak ezek az elirányító táblák, ahol számozva is van, és nyilazza, hogy merre kell menni, de a foglalkoztató helyeken, aminek hívják azt a bizonyos csoportot, az aranyosan ott van. Ott van a kisvakond, ott van a fecske, ott van a katica, hogyha nem is tudja a gyerek azt, hogy 5-ös, 6-os vagy hányos csoportba tartozik, de azt tudja, hogy melyikbe tartozik akkor, hogyha ismeri az ő jelét. És hát a jelét az ki nem ismeri, aki óvodába jár. Na most ez egy olyan dolog, mondom, hogy az önkormányzat jól írta ki a pályázatot, nagyon jól választotta ki azt, aki kivitelezte, de azért szót kell emelni arról is, vagy szót kell ejteni arról is, hogy ez valóban ahhoz, hogy idáig eljutottunk az előző óvodaigazgatónak nagyon nagy szerepe van, a Csik Gabinak nagyon nagy szerepe velem, én rendkívül tisztelem a munkáját, mert ő volt az, aki elkezdte ezt az egész bióvodát, és aztán utána lépésről lépésre ment tovább a gyereknevelésben is, hogy tovább tágította azokat a gyerekeket, akik mondom különleges sajátos nevelést igényelnek, és rendkívül nagy szeretettel, és egy nagyon jó közösséget kiépítve, aminek megint nagyon nem mindegy, hogy a vezető képes erre, egy nagyon jó közösséget kiépítve, itt tulajdonképpen egy olyan társaság van, aki mindenből kivette a részét, a kiköltözésekből,
És a munka dandárja ahhoz, hogy itt harmadikán, szeptember 3-án elkezdjenek a gyerekek itt zsigelni, és rohangálni bent ezen a gyönyörű szép épületben. Ehhez az is kell, hogy még vissza is pakoljanak mindent, hogy újra ezek a foglalkoztató termek, ezek tényleg barátságosan várják őket. És akkor én borzasztóan szeretném látni, amikor elkezdenek csodálkozni, jaj, látod, hú, miért? Biztos, előre hallom azt, hogy mekkora öröm lesz, és hogyha nekik öröm, akkor a szülőknek is nagy öröm, akkor ez öröm az önkormányzatnak, és hát nyilvánvalóan nagyon nagy öröm az önkormányzati képviselőnek, aki jelen esetben én vagyok az a szerencsés. Mennyi összegből valósulhatott meg maga ez a fejlesztés? Ez összességében valamivel több mint 391 millió forint, és 210 személyes ez a térőhelyes ez az óvoda. És hát tulajdonképpen kellett egy átcsoportosítást kérni, mert az eredeti az 37 millióval kevesebb volt, de ezen a programon belül meg lehetett csinálni az átcsoportosítást, pontosan azért, hogy itt mindent meg tudjanak csinálni. Tehát nem csak az épületet, mert még nem beszéltem az udvarról, mert azért itt az eszközöket is feljavították, és itt egy nagyon szép játszóvárat is felépítettek. Úgyhogy tulajdonképpen éppen az előbb mondtam, hogy na, viszont kéne egy udvari porszívó, mert ez nagyon szép ez a játszóvár, és nagyon jó néz ki az a műanyag, illetőleg gumivédő rész, amin az egész van, de azt azért le is kell majd söpörni, és lesöpörni képtelenség lesz, úgyhogy van azért, amit még ide tenni kell, és van, amit még a képviselőknek is majd be kell segíteni, ebbe gondolom én fognak is, úgyhogy ez tényleg olyan legyen, hogy a új igazgatónak, az Áginak, aki tényleg szívvel lélekkel csinálja ezt, és méltó utódja a Csík Gabinak, és én ezúton is kívánok a számára nagyon sikeres és jó munkát, és rendkívül sok boldog, szívet melengetők napot, és szeretetet érezzen a gyerekek és a szülők részéről. Hát azért ő neki most kezdődik, úgyhogy, de biztosan sikeres lesz, mert miért ne? Ez mondom, egy nagyon jó közösség, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy ez az óvoda kívülről, belülről, szellemileg, fizikailag, infrastruktúrájában egy sikertörténet. Simonné Juhász Ágnes az intézmény jelenlegi igazgatója örömét fejezte ki, hogy szeptembertől egy megszépült, modern környezetben fogadhatják az óvodásokat. A történet, az egy évre megyünk vissza az időben. Tavaly nyáron kezdődtek az előkészületek, a kollégákkal együtt rakottunk, kiürítettük úgymond az épületet, a gyermekek elhelyezését megoldottuk, úgyhogy egy zavartalan nevelési évet tudunk magunk mögött a működés szempontjából, mert a működő hat csoportunkat a tagovodánkba, a Manci János tagovodánkba, a belvárosi Brunszik óvodában kaptunk még a csoportoknak helyet, úgyhogy azt gondolom, hogy tehát a nevelési évünk működés szempontjából teljesen zavartalan volt, jól érezték magukat a gyerekek, a felnőttek is, és közben pedig a felújítás itt zajlott, és a gyerekek mindig, amikor elmentek az óvoda mellett, mondták, hogy hol jár az építkezés, mit látnak, nagyon nagy örömmel néztek be, és nagyon élvezték a munkálatokat, már amennyit láttak belőle. Így azt gondolom, hogy mivel nem voltak itt a gyerekek, tehát üres volt az épület, így sokkal jobban lehetett összehangolni a munkálatokat, a felújítást, és most viszont láthatjuk az eredményét, mert azt gondolom, hogy kívülről, belülről megújult az óvoda épülete. Az óvoda udvarán már egyből egy kalandpark fogad minket, ami egy nagyon-nagyon jó mozgásfejlesztés ad a lehetőséget minden korosztály számára, és a teljes körű akadálymentesítés szintén láthatjuk, ami egy lifttel és egy akadálymentes mosdóval is kiegészült. A villamos hálózat, minden megújult, megszépült a szigetelés, úgyhogy azt gondolom, amikor szeptember 3-án birtokba vesszük az épületet, a gyerekekkel együtt akkor mindenki nagyon boldog lesz, és rá sem fog ismerni az épületre, a csoportszobájára. Addig viszont még rengeteg dolgunk van, mert a csoportszobákat otthonossá, komfortossá, gyerekek fogadására alkalmassá kell tennünk. Úgyhogy még vár ránk egy kis csapatépítő munka. Szép lett, a folyamatában olyan érdekes volt, és a végkifejlet meg jó lett. Ez egy bő 240 napos beruházás volt. A legfontosabbnak talán azt tartom, ugye, hogy amit itt már kapásból látni is mögöttem is, hogy ugye akadálymentesítve lett az épület, és minden mellett egyébként
ugye energetikai felújításon is átesett, ugye az összes nyílászáró kiret cserélve szigetelést kapott a homlokzat, ugye a tető is, és ami nagyon fontos, hogy egy napelem hálózat vagy napelem rendszer lett telepítve, és ugye ezzel is gyakorlatilag ugye lecsökkentve, vagy szinte azt mondom, hogy minimalizálva ugye gyakorlatilag az óvodának az energetikai felhasználását. Ezen kívül gyakorlatilag ugye megújultak a burkolatoknak egy nagy része, a csoportszobákat ugye felújítottuk, a folyosókat, mindenhol, ahol lehetett gyakorlatilag ugye a gyerekeknek a mindennapjait elősegítve megpróbáltuk ugye ezt a beruházást úgy kivitelezni, ahogy azt elvárták tőlünk, meg ahogy az gyakorlatilag szakmailag ugye a maximumot tudja hozni. Úgyhogy ez lett volna igazából a... Telepítettünk ugye liftet is, ez is benne volt a pályázatban, gyakorlatilag az akadálymentesítésnek ez is egy fő része volt, illetve megújítottuk még az ételliftet, ami megint csak ugye a gyerekeknek a kényelmét szolgálja hosszú távon. A kicsiket tehát közel egy hónap múlva, vagyis szeptember 3-án egy igazi mesebirodalom várja majd az intézménybe térve. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de ne kapcsoljanak el sehová, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!